A nyomozás adatai szerint a tiszalöki férfi szerda hajnalban a nyitott ablakon keresztül mászott be volt élettársa lakóházába, ahol minden előzmény nélkül késsel megsebesítette a 37 éves nőt és 3 gyermekét, egy 13 éves fiút, egy 15 éves és egy 18 éves lányt, majd elmenekült. A gyerekek közül a legidősebb lány életveszélyes, a 15 éves lány és a 37 éves asszony súlyos, a 13 éves fiú pedig könnyű sérüléseket szenvedett. 4 nap bujkálás után a tiszaröki rendőrök lakóházában elfogták azt a 32 éves férfit, akit több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítanak a megyei rendőrfőkapitányságon. A nyomozók a férfit gyanúsítottként hallgatták ki, aki részletes beismerő vallomást tett. A férfi elmondás alapján a bűncselekmény éjszakáján nem hagyta nyugodni az a gondolat, hogy beszéljen volt élettársával és meggyőzze, hogy engedélyezze kapcsolatát a lányával, kapcsolatokat a lányával. A rendőrök a férfit őrizetbe vették és kezdeményezik előzetes letartóztatását. A rendőrség szerdától nagy erőkkel kereste a férfit, aki ellen elfogató parancsot bocsátottak ki, arcképét az interneten is közzétették.